Hadd kívánjak szebb új évet, gondolkodó képességet, félelem nélküli létet, vidámságot, egészséget. Hadd kívánjak boldogságot, igazságot és jóságot, hétköznapi bölcsességet, minden rossz itt érjen véget. Hadd kívánjak szebb új évet, szívből jövő emberséget, oda-vissza tisztességet, fájdalmaktól mentességet. Hadd kívánjak szebb új évet, melyben lelkünk újjáéled. Megszabadul minden rossztól, istentelenül gonosztól. Hadd kívánjak boldogságot, minden ember legyen áldott. Méltón, szeretetben éljen az eljövő szép új évben. Aranyosi Ervin újévi köszöntőjével kívánok áldott, szép és békés, boldog új esztendőt. Isten hozta önöket 2023 első napján Kiskörösváros Fúvó zenekarának rendhagyó újévi koncertjén, aminek a Petőfi 200 emlékév tiszteletére idén a sportcsarnok ad helyet. James Körnáv által szerzett fanfár és virágzás nyitódallamaival köszöntötte önöket a zenekar, és köszöntöm én is valamennyiüket nagy-nagy szeretettel. Tisztelettel köszöntöm Kiskörösváros polgármesterét, Domonyi Lászlót. Szeretettel köszöntöm dr. Favin Tamás elnök püspököt, aki... aki néhány perccel ezelőtt még lélekemelő gondolatokkal, Isten igéjével szépítette lelkünket az evangélikus templomban. Szeretettel köszöntöm Rideg Lászlót, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökét. És természetesen nagy szeretettel, tisztelettel, megbecsüléssel a ma főszereplőit,
Kiskörösváros fúvós zenekarát és Sipos Béla karnagyurat. Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Tegnap este ez a ház már nagy sikerrel debütált a szilveszteri hangverseny alkalmával. Bebizonyosodott, hogy a zene szárnyakat ad és csodákra képes. Azt gondolom, hogy ez a gyönyörű és csodálatos sorozat ma folytatódik a zenekarnak köszönhetően. És hát akkor vágjunk is bele, kezdjük meg azt az időutazást, vegyük át azt az ajándék kosarat, azt a gyönyörű virágcsokrot, amit ma összeállított nekünk a zenekar. A magyar fúvószenekari repertoárnak szerves részei a történelmi indulók. Nincs olyan koncert, ahol legalább egy történelmi magyar induló ne csendülne fel. Fogadják hát szeretettel a Pécsi József által komponált centenáriumi indulót, melyben közreműködik a Gyöngyszem Mazsorett csoport. Ahogy azt már megszokhattuk a hagyományokhoz hűen, több évtizede folyik a közös munka a zenekar és a több mint három évtizeden működő kiskörösi mazsorett csoportok között, akiknek országosan is elismert művészeti vezetője Mózer György, a csoportvezetője pedig az a Gubacsi Zsófi, aki még kislányként kezdett mazsorettezni. Kitartó munkája, szorgalma, a tánc iránti elhivatottsága mára mesterlé vezetővé érlelte. A Gyöngyszem csoport 7 éve dolgozik együtt. Ez idő alatt a szakmai zsűri sokszor jutalmazta őket kiemelt aranyminősítéssel, tamburmajorjukat, Szkenderovics Esztert, tamburmajor külön díjjal, oktatóikat pedig koreográfia díjjal. Természetesen, mint mindig, nagy izgalommal készültek a mai napra is, hiszen újra együtt dolgozhatnak Kiskörösváros fúvós zenekarával. Hölgyeim és uraim, a centenárium induló következik, vezéler Sipos Béla karnagyúr.
Hát azt hiszem, hogy a hangulatot már is megalapozta úgy a zenekar, mint a mazsarettes lányaink. És hát nyilván, akik figyelemmel kísérik önök, akik mindig itt vannak, vagy a művelődési házban ezeken az alkalmakon, jól tudják, ismerik a zenekar történetét, hogy mennyire szerves részei városunk életének. Az idén 40 éves Kiskörös Város Fúvó Zenekara 1982-ben alakult az akkori zeneiskolában fúvós hangszereken tanuló növendékekből. Alapítója Boldocki Sándor részfúvós művésztanár volt, aki több mint 20 évig irányította és szervezte az együttes munkáját. Támogatására, iránymutatására, szakmai tanácsaira természetesen a mai napig számíthat a zenekar. A mai koncerten vezényel a Fúvó Zenekar művészeti vezetője Sipos Béla Karnagyúr, akit már ugye volt szerencsénk látni, nem csak ma, hanem a korábbi években is, aki 3 éve művészeti vezetője a csapatnak. Tavaly novemberben a közös munka gyümölcseként Mórahalmon a második nemzetközi fúvózenekari versenyen kiemelt első helyezést hozott el a zenekar. Ez egy tapsot mindenképpen megérdemel. De nagy sikerű újévi koncertek, egy emlékezetes filmzenei est, a magyar zenei est, a nyáresti fúvós muzsika, és meg annyi szép közös emlék koncert áll a zenekar háta mögött. Kiskörös Város Fúvózenekarának munkája, tevékenysége, ahogy említettem, 2019 őszétől új alapokra helyeződött. A minőségi muzsikálás jegyében lett az egyik célkitűzés a mai kor elvárásainak megfelelő szimfonik bendes hangzásvilág. Az együttes a teljes, vagy ahogyan ők zenei nyelven mondják, a tutti próbák mellett szólampróbákat is tart. A háttérben komoly munkák folynak. Mindenkinek megvan a maga feladatköre. Van, aki a kottákért felel, van, aki a rendezvény szervezéséért, a közösségi médiai oldalak működtetéséért, valaki a pakolást, a rámolást koordinálja, a dekorációért felel. És itt kell elárulnom, hogy tegnap este, amikor mi elköszöntünk a hangverseny után ettől a teremtől, a bulizás, a szilveszteri szórakozás helyett itt több fiatal és régebb óta fiatal érkezett, hogy ma méltó körülményeket teremtsenek az újévi koncertnek. Legyen áldás ezen a munkán. Fogadják most szeretettel Willy Hovest, kortárs holland zeneszerző, zseniálisan megkomponált, izgalmas zenei megoldásokkal tűzdelt virtuóz nyitányát, a bel canto nyitányt. Thank you.
Amint azt már említettem, a zenekar élete hatalmas fordulatot vett 2019 őszén Sipos Béla karnagy úr érkezésével. A Napfény városában, Szegeden született fiatal szakember éppen a mögöttünk álló esztendőben ünnepelte kerek születésnapját, és annyit elárulhatok, hogy egy évtizeddel előrébb van, mint a zenekar. Tessenek számolni. Habár szüleinek nem volt különösebb zenei kötődése, hiszen édesanyja jogász, édesapja villamosmérnök, fiúkat mégis beiratták zeneiskolába. A zene iránti igazi elköteleződését még nem igazán fogalmazta meg egészen addig, amíg kezébe nem került dédnagyapja, Sipos István fényképe, aki a szegedi rendőrzenekar tagja volt a 30-as, 40-es években. Ez a fotó valamiért a szívébe égett, és arra motiválta, hogy tovább vigye a dédszülői hagyományt, és így egy kiváló harsonaművészt is köszönhetünk személyében. Sipos Béla karnagy úr természetesen végigjárta azt a létrát, amit illik, kell és szükséges végigjárni ahhoz, hogy folyamatos szakmai fejlődését biztosítsa. Játszott színházzenekarban, szimfonikus zenekarban, különböző részfúvós együttesekben, fúvószenekarokban. 2001 óta a Szegedi Fricsai Ferenc Városi Fúvószenekar tagja. 2016 óta a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhely helyőrségi zenekarának tagja. 2020 óta a katonazenekar karmester helyettese. Innen vezette az út hozzánk, Petőfi szülővárosába, ahova heti rendszerességgel, de ha kell, szükséges, többször is utazik Szeged szomszédságából. 2022. január 22-én a Magyar Kultúra napján a magyar kultúra ápolása és a magyar értékek megőrzése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége történelmünk és napjaink katonai, valamint kulturális hagyományainak hiteles tolmácsolása elismeréseként kitüntetést vehetett át a Stefánia palotában. Most, miután egy kicsit közelebbről is megismerhettük Sipos Béla karnagy urat, bár hosszan tudnék még mesélni a képzéseiről, az iskoláiról, itthon és külföldön egyaránt, de hát most ezt nézzék el nekem valószínűleg, hogy ez részletesen benne lesz abban a könyvben, ami most készül a születésnapra. Tehát most utazzunk tovább a zene szárnyán, a zenekar jóvoltából, és természetesen a karnagy úr jóvoltából. Jakob de Haan világhírű holland zeneszerző darabjait előszeretettel játsszák a fúvószenekarok világszerte. A Concerto de Mora nagy kedvence lett az együttesnek, így nem volt kérdés, hogy felkerül az újévi koncert repertoárjára. A szerelmi téma több stílusban is megjelenik a darabban. A romantikus trombitakari előadástól, a modern fúvószenekari hangzáson át, egészen a swinges játékig. Fogadják hát szeretettel Kiskörösváros fúvószenekarát, vezényel Sipos Béla. Thank you.
Hát igazán nem csoda, hogy szerepet kapott ez a darab most az újévi koncertem. Tegnap este úgy fogalmaztam, hogy még le sem vetettük a karácsonyi díszes köntösünket, amit tegnap gyönyörű, csodálatos aranygombokkal sikerült felvérteznünk a hangversenyen. Ma további aranysújtásokat rakhatunk rá, és érezzük, ahogy öltözik egyre inkább ünneplőbe, nem csak a külsőnk, de a szívünk, a lelkünk emelkedik a magasba, és ez azt gondolom csodálatos érzés, amit talán csak úgy lehetne összefoglalni, hogy igen, ilyen érzés az, amikor az ember elmondhatja azt, hogy boldog. Köszönjük szépen ezt a zenekarnak. És hát az új évet megkezdve, ha már a muzsika adott, akkor egy vonatútra invitálom a kedves közönséget. Az úti cél Erdély, és na, hogy kitalálják azonnal, hogy mi is következik, hiszen az úti cél a gyógyvizek városa, Herkulesfürdő. De mi is az a dal, amit a szomszédos fülkében dúdolnak? Örökzöld dallam, bizonyára mindannyian ismerjük. A Paceller Jakab által 1903-ban komponált Herkulesfürdői emlék következik. Eredetileg a mű szalonzenekarra, illetve katonazenekarra íródott, amelyet Herkulesfürdő szabadtéri zenepavilonjának és kaszinóinak pódiumára komponált a szerző. Ezzel a hangversenykeringővel írta be a nevét a zeneszerző a zenetörténet nagyjai közé. Következik a Herkulesfürdői emlék, színpadon Kiskörösváros fúvószenekara, természetesen vezényel Sipos Béra karnagyúr. Thank you.
Az új esztendő, az újévi koncert természetesen nem maradhat el ünnepi gondolatok nélkül. Bár nyilván megvan a kellő magasztos körítés a zenekar által, de tisztelettel felkérem Domonyi Lászlót, városunk polgármesterét, hogy ossza meg velünk újévi köszöntő gondolatait. Tisztelt elnök püspök úr, tisztelt elnök úr, kedves jelenlévők, áldott egészségben gazdag, békességes új évet kívánok mindnyájunknak. Ahogyan azt Supka Éva már mondta, ez a nap sem és ez a hétvége sem volt a megszokott. Szokták mondani rendhagyó. Ez valóban az. Rendhagyó, mert ünneplünk. Rendhagyó, mert Petőfi Sándor 200. születésnapja van. És mi, kiskörösiek, városunk születtét méltó módon kell, és ünnepeljük is. Ez nem lehet egy hagyományos évvége. És tegnap is mondtam, történelmet írunk. Petőfi Sándor 200 éve született, és a születésnapja most van. Rendhagyó, mert 3 napos ünnepet tartottunk. 30-án a Szilveszter Társulat 2 teltházas sikeres előadással mutatkozott be a kiskörösieknek. Tegnap csodálatos ünnepség sorozat volt Petőfi Sándor öröksége jegyében. És a mai nap mondhatnánk azt, hogy mi kiskörösiek hozzászoktunk ahhoz, hogy az kitűnő Kiskörösváros fuvószenekara évtizedek óta újévi koncertet tart, de mégis rendhagyó a mai nap is. Azért rendhagyó, mert dr. Fabini Tamás elnök püspök úr Isten tiszteletet tartott 10 órakor az evangélikus templomban. Petőfi Sándor kereszthelyén a mi templomunkban. Az evangélikus egyház felső vezetése is megtisztelt minket, és megtisztelte Petőfit. Köszönjük, elnök püspök úr. És rendhagyó valahol ez a koncert is. Fölvállalom, ezt a 11 órás kezdést én találtam ki. Tudom, hogy nem szeretnek érte. Ugye, kedves zenekar? De meg kell adjuk az ünnepnek az erejét és a helyét, és nagyon sok vidéki vendégünk van, akikkel együtt ünnepeltük Petőfi születésnapját, és ünnepeljük, és azt szerettem volna, ha ők is itt vannak, és őnekik is megmutathatjuk, hogy a mi zenekarunk olyanra képes, amit el se tudnak sokan képzelni. Nem véletlen kiemelt díjasok, és nem véletlen az a szint, amit ma mi itt kapunk tőlük. És rendhagyó a hely. Mindig a művődési házban van ez a koncert. És már évek óta nem férünk el a 400 fős művöldési házunkban. Most közel 600-an vagyunk itt. Annak ellenére, hogy 11 órakor kezdtünk. Mi lett volna, ha délután 5-kor van? De végtelenül nagy boldogság, hogy megint teltházas előadásunk van, és így együtt ünneplünk
köszönöm önöknek, és köszönöm nagyon-nagyon sok mindenkinek, aki rendkívül sokat dolgozott azért, hogy Petőfi Sándor születésnapját Kiskörös városa, Kiskörös önkormányzata, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum és a kiskörösiek méltó módon ünnepelhessék. Engedjék meg, hogy megköszönjem, és félek, hogy nem lesz teljes a köszönet, de megköszönjem dr. Filus Erikának és a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum minden dolgozójának, Kovács Enikőnek, a Kunság Média Kft. Minden dolgozójának, megköszönjem a Kőrös Kom és Kőrös Szól Kft. Minden dolgozójának azt a rendkívül nagy munkát, ami miatt mi most ilyen jó környezetben és szépen ünnepelhetünk. És köszönöm Szentgyörgyin és Szlovák Mária igazgatóasszonynak, az evangélikus iskola igazgatójának, hogy befogadott minket és befogadta az ünnepség sorozatunkat ide a gimnázium sportcsarnokába, és a szilveszteri ünneplést a Petőfi Sándor általános iskola sportcsarnokába. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és köszönjük, hogy együtt ünnepelhetünk. Köszönöm Baj Irénkének, aki a díszletet és mindig mindenhol azt a szépséget adta, amiben részünk van, és részünk volt ebben a három napban. És mindenkinek köszönöm, aki segített a háttérből, és segített minket abban, hogy méltón ünnepelhessük Petőfi Sándor 200. születésnapját. Történelmet írunk ezzel, hiszen Petőfi Sándor csak most 200 éves. Jövőre már 201 lesz, az már nem kerek ünnep. Most ünnepelünk, nagyon ünnepelünk, persze egy év múlva is ünnepelni fogunk, de az nem kerek ünnep lesz. És köszönöm a zenekarunknak. Köszönöm azt a nagyon sok munkát, amit ebben a koncertben beletettek. Én tudom, hogy mi munka, mi háttérmunka van emögött a koncert mögött. És mi munka van amögött a koncert minőség mögött, amit most mi hallgatunk. Csak a köszönet hangján tudom kezdeni a 2023-as évünket, és azt is szeretném önöknek elmondani, hogy nincs vége a Petőfi ünnepsorozatnak. 2023. október 17-éig ünnepel Kiskörös. Azért 2023. október 17-éig, mert 1880. október 17-én adta át Jókai Mór az ország első irodalmi emlékházát, a Petőfi szülőházat a mindenkori kiskörösi önkormányzatnak és kiskörösi önkormányzatoknak, hogy Petőfi örökségét vigyük évszázadokon keresztül. Mi is most ezt tesszük. És ezért mondtam, hogy ez már történelem. 200 év, az már nagyon sok idő. És mi ezt az örökséget visszük tovább, és ennek az örökségnek vagyunk mi mindnyájan a részesei, akik most együtt vagyunk, de részese nem csak Kiskörös, részese az egész ország, és Petőfit ünnepli ma mindenki, aki magyarul beszél. Hiszen Petőfi Sándor a legnagyobb magyar költő, és világszerte a legismertebb magyar költő. Méltán ünnepeljük, és méltón ünnepeljük, és köszönöm még egyszer mindegyiküknek, hogy így együtt lehetünk. Kedves zenekar, engedjék meg, hogy én most visszaülök a helyemre, és végre a harmadik nap végén élvezhetem én is a zenét. Tegyék ezt önök is!
Köszönjük szépen polgármester úr gondolatait. Mondanám, hogy dőljön hátra, de azért csak úgy módjával. Nem biztos, hogy nem lesz még feladat, polgármester úr. Amikor azt mondjuk, hogy a név kötelez, akkor azt gondolom, hogy kiskörösiként valamennyien, akik itt élünk ebben a csodálatos városban, kell, hogy érezzük a Tompa utcától a Déli Báb utcáig, és keresztbe kasul mindenütt, hogy, és engedjék meg egy kicsit, hogy patetikus legyek, hogy egy vérből valók vagyunk, hogy minket kiskörös neve kötelez, Petőfi kötelez, hogy vigyük tovább, és ne is ápoljuk, hanem éltessük az ő munkásságát, éltessük a művészetet, a költészetet, a kultúra fővárosában. Igen, mi büszkék lehetünk arra, hogy már régen megfogalmaztuk évekkel ezelőtt, hogy Kiskörös a kultúra fővárosa. Ehhez minden adott. Adott Petőfi, adott a művészet, adott a zene, adott a kultúra, minden. Nekünk az a dolgunk, szent kötelességünk, hogy éltessük valamennyien. És ahogy ezt a kívülállók, akik ide érkeznek, megfogalmazzák, valami különleges dolog pulzál itt ebben a városban. Ezt mi úgy hívjuk, hogy a közösségeink iránti elköteleződés, ami felülírja a hétköznapokat, és ünneppé varázsolja azokat. Talán elárulhatom, hogy tegnap este polgármester úr Bilikomos serleges fogadalom tétele nem volt más, mint azt, hogy október 17-ére erre a gyönyörű alkalomra egy bronzból készült köztéri szobor készül. Polgármester úgy fogalmazott, hogy hát, hogy kész lesz-e, ez nagy kihívás, de hogy készül, és egyszer elkészül, az biztos. És hát, ahogy ismerjük polgármester urat, ez bizony október 17-én itt lesz. Nagyon szépen köszönjük még egyszer a gondolatokat, és hát akkor utazzunk tovább a zene szárnyán. Csak úgy, mint Bécsben, nincs újévi koncert a keringő király Johann Strauss nélkül, aki az olyan világhírű darabok szerzője, mint a Kék Duna keringő vagy a Denevér, amit tegnap este hallottunk is, illetve részletet. Következzen az 1869-ben szerzett híres Feuerfest, azaz az Örömtűzpolka. A darabban szólót játszik a Kiskörösi Szólam Alapfokú Művészeti Iskola ütőművésztanára, Falusi János, aki az ütőszekciót erősíti, és Kecskemétről érkezett hozzánk. Johann Strauss, Kiskörösváros Fúvós zenekara.
Jancsinak szóljatok. Lehet, hogy módosítok, vezényel Filus János, és az ülőknél pedig Sipos Béla. De tetszenek tudni, hogy hívják ezt? Bizalom. Az a bizalom, amikor a szakember elhiszi, hogy attól, hogy nem ő csinálja, még lehet nagyon-nagyon jó. Szóval egy nagy tapsot még egyszer Kiskörösváros fúvózenekarának, Sipos Béla Karnagy úrnak, és Falusi Jánosnak, nem Filus Jánosnak, bár valószínűleg ő is itt van. Elnézést érte. Lehár Ferenc talán legismertebb operettje, a Vígözvegy, melynek egyik leghíresebb dala a Viljadal következik. Eredetileg városunk szülötte Csővári Csilla operaénekes lépett volna színre, de sajnálatos módon Csilla lebetegedett, ezúton is kívánunk mielőbbi gyógyulást innen is. Így aztán végtelen hálásak vagyunk a Petőfi Szilveszter kulturális nagykövetének, Miklósa Erika, a Magyar Szent István rend kitüntetettje, Kossuth Liszt Ferenc díjas koloratúrszoprán énekesnőnek, aki átvállalva a nemes feladatot, megörvendeztet minket az előadásával. Óriási megtiszteltetés! Óriási megtiszteltetés a zenekar számára, hogy együtt adhatják elő ezt a csodálatos darabot. A kiskunhalasi születésű művésznő, hazánkban és Európa szerte ismert énekesnő, a Magyar Állami Operaház tagjaként szoprán szerepek mellett szívesen énekel musicaleket és szerepel vígoperákban. Hangjával és kimagasló tehetségével meghódította a világ összes jelentős színpadát, Londontól Párizsig, Münchentől New Yorkig. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, érezzük magunkat nagyon megtisztelve. Színpadon Miklósa Erika és Kiskörösváros fúvózenekara. Oh,
titerget slász verik, már lelke a rossz szellemi. Sóvárgon sóhajtott a lány felé. Vilja, szép és csodás, légy az enyém, soha el ne bocsáss. Üdvözít Hát igen, nehéz megszólalni egy ilyen gyönyörű előadás után, és azt gondolom, hogy Miklós Erika személye, tehetsége, művészete lenyűgöző. És az, hogy a miénknek tudhatjuk, hogy itt él a közelünkben, hogy családi kötődései vannak, és Kiskörös is büszke lehet rá, Bács-Kiskun, Magyarország. No, szóval helyén van ez a mai nap, rendesen azt gondolom. Úgyhogy mondhatnám azt, hogy akár én elmegyek. Elmegyek. Hogy milyen úton indulok, még nem tudom. De soha nem tenném. Bár új út vár ránk 2023-ban, én hiszem és biztos vagyok abban, hogyha összefogunk együttes erővel, ez az út is nagyon szép lesz. Még ha zökkenőkkel is tele, de mindenképpen közösen. Kézenfogva összefogással kell haladnunk tovább előre. És hát persze a kispatak mindig rohan, közben csak énekel, bár a sziklafal az útjába áll, és a dalnak így vége lett. De ez csak Máté Péter írta így. Es Nagy István, illetve énekelte, mert hogy magát a szöveget Es Nagy István írta, szerezte. Máté Péter legendás hangjával vált igazán nagyszerű slágerré az Elmegyek című dal, mely Horváth Adrián hangszerelésében csendül most fel. A dalban közreműködik Tömösi Tamás, a zenekar újévi és nyáresti koncertjeinek állandó fellépője, aki ismét Szegedről érkezett hozzánk. Tamás tapasztalt szólóénekes, ismerjük, szeretjük őt.
A Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövészdandár Hódmezővásárhely Herőrségi Zenekarának ütőhangszeres művésze, a katonazenekar fellépéseinek állandó szóló énekese. Fogadjuk hát szeretettel! Kis patak mindig rohan, s egyre csak éneket. Egy sziklafal útjába állt, s a dalnak így vége lett. Én is így lettem néma víztükör, mikor tőlem elmentél, nekem többé már a nap sem tündökör, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom az otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, igen, megkeresztlek én, bár merre jársz, nem tudom, hogy merre vagy, mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz. Vasárnap volt, amikor elhagytál nekem temem. Az a nap vasárnap volt, meghalt már. Hozzám így jött el a halott vasárnap, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már a nap sem tündökül, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom az otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, igen, megkeresztlek én, bár merre jársz, nem tudom, hogy merre vagy, mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz. Elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom az otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, igen, megkeresztlek én, bár merre jársz, nem tudom, hogy merre vagy,
mégis úgy érzem, hogy engem egyre bánt. Elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom az otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek, igen, megkereslek, én már merre jársz. Nem tudom, hogy merre vagy, mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz. Köszönjük szépen! Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy nem árulok el újdonságot önöknek azzal, hogy minden produkció, teljesen mindegy, hogy mi az, mikor és hol történik, nem lehet tökéletes, és nem lehet szép és makulátlan, ha nincs egy biztos hátország. Azok nélkül a mai koncert sem jöhetett volna létre, akik nem biztosítják erkölcsi vagy bárminemű támogatásukról ezt a csapatot. Úgyhogy ma sincs ez másképpen, és a zenekar mindig számít rájuk, és ezt hálásan köszöni. Ezt az önzetlen segítséget és támogatást szeretnék most megköszönni. Mégpedig felkérem tisztelettel Sipos Béla Karnagyulat és Markoni Csányi Gabriellát, igazgatóasszonyt. Fáradjanak ide, hiszen a támogatóknak szeretnének egy szerény ajándékot átadni hálájuk jeléül, ezen a jeles alkalmon, Petőfi születésének 200. évfordulóján az újévi koncertem. Tisztelettel kérem a színpadra, és mondtam, hogy ne pihenjen, Domonyi László polgármestert, hiszen Kiskörösváros önkormányzata évek óta elkötelezett támogatója a zenekar munkájának. Köszönjük szépen Szentpéteri Attilának, a Szentpéteri Családi Borpince Kft.-nek, az áldozatos és önzetlen segítségét. Szeretettel várjuk az Acker Plus Kft. Ügyvezető igazgatóját, Endrődi Ferenc urat, akinek szintén köszönjük a támogatását. A Texol Kft. Ügyvezető igazgatójának, Atkári Árpádnak is szeretnénk megköszönni, hogy mindenkor számíthatunk rá, és a cégére.
szokásához híven, ő azért a háttérben szeret. Úgyhogy most is valahonnan hátulról érkezik, de köszönjük, hogy itt vagy. Nem lehet ma velünk, de jó kívánságait küldi, és mindenképpen egy tapssal köszönjük meg László Sándornak, a László gépműhely tulajdonosának azt a sok-sok segítséget, amit kapunk tőle. Nagyon köszönjük a Drucker Kft. Támogatását, Markó Jánost, akit mi Naniként ismerünk, illetve aki viszi tovább a céget, Markó Péternek a munkáját és a segítségét. Eljuttatjuk mindenképpen nekik az oklevelet. Nagyon hálásak vagyunk Jarjapka Józsefnének, a Japi Zöldcsinek, akik bármikor, ha éjszaka, ha hajnalban keressük, akkor állnak a rendelkezésünkre. És azt kívánjuk, hogy Japi őrizze meg a humorát 2023-ban is. Mint ahogy már elhangzott, polgármester úrtól is köszönjük szépen a Park és Kert Kft. Tulajdonosának, Bairénkének azt a nagyon-nagyon sok áldozatot, amit tesz. Szintén akár az utolsó pillanatban is megmenti a helyzetet. Hálásan köszönjük Vágó Ferencnének, a Kiskörösi Tankerületi Központ igazgatójának a támogatását, segítségét. Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni Markoni Csányi Gabriellának, a Kiskörösi Szólam Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának, természetesen Sipos Béla Karnagy úr adja át az oklevelet, és a Hangszín Egyesületnek. Hiszen nélkülük azt gondolom, hogy nem lenne zenekar, hiszen azt azért tudni lehet, tudni kell, és tudjuk is valamennyien, hogy a művészeti intézmény szakmai munkájára alapoz a zenekar. Onnan töltekezik szakmailag, és minden nemű folytatás onnan biztosított. Generációk tartoznak itt, összekérem, hölgyeim és uraim. Együtt játszanak a családból többen is, és azt gondolom, hogy nem csak a zeneiskola, hanem a Kiskörösváros fiataljai, olyan zeneművelő, elhivatott zenészek, akik, ha kell, akkor hosszú-hosszú heteken, hónapokon át próbával erősítik a zenekart, és úgy gondolom, hogy méltán viszik jó hírét városunknak, megyénknek, ha úgy tetszik, akár hazánknak is. Nagyon-nagyon sok terv áll még természetesen a zenekar előtt, nem csak a 40 éves jubileum, de egy csomó minden, ami 2023-ban megörvendeztet majd minket. Nagyon-nagyon sokat lehetne és kellene is talán beszélni arról, hogy miféle hátországot biztosít, szakmai hátországot a zeneiskola, a művészetoktatási intézmény. De én bízom abban, hogy mindent megkapunk majd egyben, a születésnapon, egy könyvben, és akkor gyönyörködhetünk a múltban, és tervezhetjük a jövőt. Úgyhogy most ismét, nem mondom, hogy vonatra ülünk, mert azért nem egészen, de a Gloria Gaynor legendás hangja valamennyünk előtt ismerős, és az I Will Survive mindenkinek azt gondolom, hogy fülbe mászó. A sláger zenekari átiratát hallhatjuk most John Glassnek Mortimer hangszerelésében. A dal már több alkalommal felcsendült, a zenekar egyik nagy kedvence, szinte minden nyáron felkerül a csapat repertoáriára. Hát következzen most akkor ez a dal, és Kiskörösváros fúvós zenekara Sipos Béla Karnagy úr irányításával.
Már is ünnepel a közönség. Mi lesz itt, kérem, a végén, bár azért annyit elárulhatok, hogy már a B oldal forog. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Az újévi koncert egyik meglepetéséhez érkeztünk, hiszen a következő műsorszámban egy egészen különleges, de mégis hétköznapi hangszerré lesz a főszerep. A rövid koncertdarabjairól híres amerikai zeneszerző Lorai Andersen Írógép című zseniális darabja következik. Szólót játszik Falusi János. Mitogadás kellemes nosztalgiával töltött el a látvány és a hang is.
Annak idején Nagybocskai Vilmosné tanárnő biztosan roppant örült volna, ha ilyen rohadt gyorsan verjük a gépet. És pont így utáltuk, amikor összeakadtak a billentyűk, mert hogy azért még itt az Optima gépeken, ennek az iskolának a falai között tanultunk gyors és gépírást, legalábbis én biztosan, hát meg sem mondom mikor. Annyira matuzsálemig volt már, hogy ajjajjaj. De nagyon-nagyon jó volt látni és hallani. Úgyhogy köszönjük szépen ezt az élményt is a zenekarnak és Falusi Jánosnak. És hát nyilván az új esztendőt Kiskörösön nem köszönhetjük operett slágerek nélkül. A Budapesti Foxok című egyvelek következik, melyben közreműködik városunk egyik nagyszerű művésze. Hát, ha kitalálják, én nem is tudom, milyen jutalmat ajánljak föl, bár itt a koncert elején mindenkitől kérdeztem, hogy a torkomra nincs egy kis jó pálinkája, de azért egy jó pálinkát lehet, hogy felajánlanék. No, mit gondolnak, ki következik? Hát na, hogy a Kotthenc Lajos. Kotthenc Lali, igen, a Milalink, aki 6 éves korában lépett először színpadra, azóta is rabja, ahol már operett darabokban főszerepet játszott. 16 éves kora óta a vendéglátó egységekben vált ismerté, elismerté. Lakodalmakon, bálokon dobol és énekel. Közel 20 éve különböző zenecsatornák állandó szereplője, saját műsora van, amely zenészek közt Kotthenc Lalival címen látható és hallható minden szombaton 12.30 és vasárnap 19.30 a TV2 Zenebutik csatornán. Na, ez volt a reklám. És hát nyilván nézzük, halljuk, szeretjük, mert egy biztos, Lali bármit csinál, a szívvel, lélekkel csinálja. Nincs a világon olyan dolog, amiből ne tenné bele a teljes lelkét. Mindegy, hogy főz, énekel, muzsikál, bármit tesz. Azt gondolom, hogy nagyszerű barát, nagyszerű éttermes, nagyszerű szakács, nagyszerű énekes, nagyszerű művész. A színpadon Kotthenc Lajos és Kiskörösváros fúvószenekara. Egy jó túrós csuszára, a kedhességbe Sampli szól, és ott lehet majd inni jó. Az abrosztarka barka, rajta jó kadarka, már az első csók után meglátod, mi jó lesz kint Óbudán. Hova szerelmes jár csupán? A nagy fák alatt a kis padok, és úgy ragyognak a csillagok. A kis nyári szerelmeket elfeledni sosem lehet. Volt egy kislány, faluról jött fel ide, és százan azt suttogták a fölébe. Legyen a horvát kertben Budán, szombaton este 7:30 után. Kiszól a színkörből a zene, ragyog az édes két szép szeme. Legyen a horvát kertben Budán, szombaton este 7:30 után.
mikor az első csillag kigyull, kicsike babám hozzám simul. Énekeljük, mert el vannak fáradva, nem akarnak játszani tovább, jó? Énekeljük együtt ezt. Legyen a kertben Budán, ez az oldal is, szombaton este fél nyolc, hangosabban lehet mondani, kiszól a szénkörből a zene, ragyog az édes két szép szeme. Maestro, játszunk egy kicsit még szerintem. Jön a horvát kertben Budán, szombaton este fél nyolc után, kiszól a szénkörből a zene, ragyog az édes két szép szeme. Legyen a horvát kertben Budán, szombaton este fél nyolc után, mikor az első csillag kigyull, kicsike babám hozzám simul. Van Budán egy régi kocsba vén, diófa vén, diófa vén, diófa. Ott terem csak az igazi régi nóta, régi nóta, régi nóta. Túros csuszát eszünk finom tepertővel, éjfél után nem törődünk az időben. A kertünkben neon helyett hol sugár van, a vindi jófában. Van Budán egy jó kis kocsma, vindi jófa, vindi jófa, vindi jófa. Ott terem csak az igazi régi nóta, régi nóta, régi nóta. Grilland helyett, neon helyett virág van, és utána jól iszunk a boldogságban. A vindi jófában. Éjjel a zomnibusz tetején, emlékszel kicsikén, de csoda volt. Lent nyikorogtak a kerekek, felettünk nevetett a teli hold. Miközben alóvacskákban kukoltak Budán át, én eloltottam égő ajkas a lámpát. Mert éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikém, de csoda volt. Mi közben alóvacskákban dukoltak Budán át. Én eloltottam égő ajkas a lámpát. Éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikém, de csoda volt. Köszönöm szépen! Alóvacskákban dukoltak Budán át. Én eloltottam égő ajkas a lámpát. Éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikém, de csoda volt. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük Kothán Szájusnak, annál is inkább valamikor hajnali 4-5 magasságában ért, szerintem egyenesen idejött. És bevallom őszintén, tegnap este a forgatagban megkérdezte egy vidéki vendég tőlünk, hogy ebéd előtt lesz a mai újévi koncert, vagy ebéd után? Mondom, ebéd helyett. No, ez a humor része volt, tartsanak ki, kérem. Azt gondolom, hogy ez a zenei táplálék, amit kapunk, ez felér egy 6 fogásos ebéddel, ha nem többel. Úgyhogy fináléban vagyunk. Tényleg most már azt gondolom, hogy nem visszaélve az idejükkel, de mégiscsak megadva azt a kellő tiszteletet és odafigyelést a zenekarnak, amit ennyi munka után megérdemelnek. Most repülőre ülünk. Utaztunk már vonaton, és a most következő slágert se kell azt gondolom senkinek bemutatni. Elég, ha annyit mondok, hogy Korda György. Na nem póker. Biztos, hogy nem. Viszont a Szélzsák, és hát mindenki tudja, hogy egy régi új dal következik. Mostanában rendkívül felkapott, a vízcsapból is ez folyik, de azt gondolom, ahogy Tömösi Tamás énekli, úgy senki. Na jó, lehet, hogy Korda Gyuri, igen, de azért megnézzük, hogy Tamás hogyan übereli. Következik tehát a Reptér, Tömösi Tamás és Kiskörösváros Fúvós zenekara. Senki földje, állandó lakója nincs, nem küzd senki semmi népszokás. Divatos és minden stílus, halkan szól a jó zene, ezernyi nyelven szól egy vallomás. Távozik és érkezik mindenféle ember, egyre száll a sok-sok gép modár. Reptér, lóg a szélben a szélzsák, villognak egyre a lámpák, repülni hív a magas ég. Reptér, lóg a szélben a szélzsák, villognak egyre a lámpák, repülni mindig szeretnék. Körülöttem furcsa arcok, fürge léptű emberek, a hangos bemondó hív egy portugál. Búcsúzik egy szőke kislány, ki tudja, hogy merre megy, és szakállas német csekket pénze vált. Távozik és érkezik itt mindenféle ember, egyre száll a sok-sok gép modár. Reptér, lóg a szélben a szélzsák,
borsot szeretnék. Cserés támadás. Szóval a reptér mellé már csak egy repülőjegy kéne, vagy több. Azt hiszem, szívesen mennénk, utaznánk, főképpen így két év kihagyás után, vagy sok kihagyás után. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, akkor, amikor már nagyon sokat nem kell mondani a zeneszám előtt, mert amint megszólal, tudja mindenki, hogy ez már a nagyon a finálé. A Radetzky induló az már mindig az, amire izzíthatják az egyébként sem pihenő tenyerüket, úgyhogy kérem, izzítsák. A Radetzky induló következik. Thank you.
Karnagy úr ugyan angolosan távozott, de kénytelen vagyok visszahívni, ugyanis fontos feladata lesz, és most kivételesen nem vezényelnie kell, hiszen a koncert vége felé egy igen fontos pillanathoz érkeztünk, melyet szeretném a segítségét kérni. Drága Karnagy úr, ha esetleg felfrissítette magát, akkor fáradjon vissza közénk, mert nagyon fontos feladata lenne. Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim, Kiskörösváros fúvózenekarának egy oszlopos tagját szeretnénk köszönteni, aki már 20 éve ül a zenekar soraiban. Ő is a Körösi Zeneiskolában kezdte zenei tanulmányait Albert József tanárúrnál. A zenekari részvételt a klarinétpult mögött kezdte, majd éveken keresztül alt szaxofonozott, néhány éve pedig már a tenor szaxofon szólamot erősíti. Egy olyan szeméről van szó, akire mindig lehet számítani. Legyen szó bármilyen szervezési feladatról, vagy fellépésről, ő biztos, hogy mindig ott van. A 20 éven át tartó művészi tevékenységét és a közösségi munkáját szeretné megköszönni a zenekar Király Dórinak! Ha lehet fokozni az ünnepi pillanatokat, akkor azt most nagyon jó szívvel teszem. És mielőtt megtenném, szeretném felkérni Csányi Gabriellát is, hogy fáradjon ide Karnagy úr mellé, hiszen szeretném színpadra hívni Boldocki Sándort, Sanyi bácsit. Drága Sanyi bácsi, amint látod, állva tapsol a közönség. És téged tapsol, ezúttal személyednek szól. És állva tapsol a zenekar. Pedig még nem is tudja, hogy mi következik. Szóval, drága Sanyi bácsi, foglaljanak helyet, nem lesz másfél órás laudáció, ígérem. De ha semmi más nem tettél volna egész életedben, csak adtál ennek az országnak, ennek a városnak, ennek a világnak egy nagyszerű művész fiút, már akkor azt mondom, hogy állva tapsolunk téged, ha kell még 100 évig. De nem csak erről van szó. Hiszen Sanyi bácsi 1982-ben, és bocsánat, hogy Sanyi bácsizom, hát hiszen még tanított is pedig engem is, tanár úr, drága tanár úr. 1982-ben alapította meg ilyen formában Kiskörösváros fúvózenekarát. Habár már évek óta nyugdíjas művésztanár, a zenekar munkáját a mai napig aktívan segíti. Ha szólampróbát kell tartani, mindig számíthatnak rá, és ha teljes tuti próbákat tart a zenekar, akkor úgy oda-oda ül bárki mellé, és segít eligazodni. Nincs olyan kotta kép a világon, amit Sanyi bácsival ne lehetne kibogozni. A fúvózenekarért végzett, több évtizedes, elhivatott támogatásáért, önzetlen szakmai és közösségépítő munkájáért Kiskörösváros fúvózenekara örökös tagja címet adományoz Boldocki Sándor tanár úrnak.
nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezt a lelkes tapsot. Annyit szeretnék még mondani, hogy ígérem, hogy ameddig csak bírom, mindig ezt fogom tenni, segítem az együttest, mert ez egy csodálatos dolog, és életemnek egy gyönyörű része, csodálatos része. Köszönöm. Micsoda áldás, hogy a zenésznek nem kell, hogy a torka rendben legyen, elég, ha a tüdeje rendben van. Úgyhogy gúrád magad, drága tanár úr, drága Sanyi bácsi, és szívből gratulálunk valamennyien. A zenekarosok az utóbbi években új hagyományt teremtettek. Minden évben megválasztják az év zenészét. A díjat az a zenekari tag kapja, aki a csapat arra a legméltóbbnak talál. Az év zenésze díjnak eddig neve volt. Mától lelke is van. Hiszen a zenekar oszlopos tagja, zenész barátja. A csapat egyik fő mozgatórugója. Breznyán Attila emlékére Breznyán Attila díjra nevezték át. Brezi egy igazi kincs volt a zenekarnak, igazi kincs ma is. A csapat szerkezetének szerves része, mozgatórugója, hangjegyekből épített közös vár alapköve. Brezi a Fúvó zenekar egyik alapító tagjaként sokuk példaképévé vált. Égi trombitáján most is köztük játszik, mint egy aranyfonállal összekötve a zenekart. Idén az a különleges helyzet alakult ki, hogy a Breznyán Attila díjat két zenekari tag is elnyerte, hiszen a szavazás döntetlen eredménnyel zárult. Ugyanannyi szavazat esett mindkét zenekari tagra. Korábban, az elmúlt két évben Mlinko Nelly és Csvila Johanna kapták meg az év zenésze díjat. Így 2023-ban először rendhagyó módon a Breznyán Attila díjat Godó Judit és Csipak István vehetik át. Hát tudtuk, hogy ezek nem lesznek egyszerű és könnyű percek, úgyhogy nem is bonyolódnék abba, hogy én hosszan méltassam akár Judit, akár Istinek azt a közösségépítő munkát, amit nem csak hátországként, hanem a frontvonalban is végeznek. És azt gondolom, hogy ez a díj, ez olyan emléket állít Brezinek, ami méltó az ő munkásságához, barátságához, emberségéhez, amit képviselt közöttünk. A zenekar készül még egy utolsó ráadás számmal, de mielőtt elbúcsúznánk, szeretném Sipos Béla karnagy urat kérni, hogy adjátok a közönség, illetve közönség. A közönség ajándékát is igen, hiszen a tapsok itt vannak nagyon-nagyon erőteljesen, de már a könnyeimtől nem látom, hogy a köszönő ajándékokról van szó. Szóval a ma este vendégművészeinek, fellépőinek köszönjük hálás szívvel a közreműködésüket, hogy velünk voltak, és díszítik a lelkünket fellépésükkel. Így hát kérem és tapssal köszöntsük ismét Miklós Erika operaénekest.
Nem akartunk Erikáról lemaradni, tehát inkább kétszer kapja meg a világot, mint egyszer se. Várjuk Erika mellé Kotthenc Lajost. És hívjuk Tömösi Tamást is. Állj oda középre, állj oda Erika mellé, állj Erika mellé. Nagyon köszönjük, hogy emeltétek a mai újévi koncert színvonalát tehetségetekkel, és mindazzal a művészettel, amivel hozzájárultatok a kultúránk építéséhez, szépítéséhez. Jó szívvel hívom a színpadra Gubacsi Zsófiát, hogy megköszönjük a Gyöngyszem Mazsoret csoport vezetőjeként a munkáját, és tolmácsolja a Mózer Györgynek is az elismerésünket, köszönetünket. Szintén hatalmas taps, és ez a taps kísérje a Szólam Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárainak munkáját, akikre nem csak a felkészülésnél, de a koncerten is számíthatott az együttes. Sipos Béla Karnagy is az együttes nevében köszönjük. Marconi Csányi Gabriella intézményvezetőnek, az áldozatos munkáját, vezetői tevékenységét. Köszönjük Sáfár Andreának. És kérjük természetesen ide az ünnepeltek sorába Soltiné Samu Zsuzsannának. Hozzátok föl ide, hozzátok ide közel, hozzátok ide közel. Szűcsné Hegedűs Orsolyának. Vikorné Hajas Matildnak. Balázs Nagy Gabriellának. Boldocki Róbertnek. Falusi Jánosnak. Farkas Zoltánnak. Gruber Tamásnak. Szeretnénk köszönetet mondani Kovács Enikőnek, a Kunság Média Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének és csapatának,
akik nagyon sokat segítettek a zenekarnak a koncert szervezésében, bonyolításában, illetve lebonyolításában, mert bonyolítani nem kell, Isten őriz. És hát természetesen nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni Sipos Béla karnagy úr munkáját, ő pedig Markoni Csányi Gabriellát kérem szépen, hogy köszönje meg, illetve adja át Bécinek az ajándékot, aki szerény elismerést. Igen. Szeretném megköszönni Sipos Béla karnagynak, hogy megálmodta a mai repertoárt, felkészítette a zenekarunkat, és szakmailag végigvezette a mai koncertet. Köszönöm szépen! És kémeim jelentették, hogy polgármester úr nem dőlt hátra, hogy polgármester úr, várunk téged a színpadra, mert nem tudjuk, hogy még milyen meglepetést tartogatsz. Mondhatnám azt, hogyha az egész társaságot ebédre szeretnéd hívni, akkor azért az önkormányzat büdzséjét egy kicsit most így megkurtítjuk, de jó szívvel elfogadjuk. Kedves közönségünk, engedjék meg, hogy a Petőfi 200 Emlékbizottság és a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, valamint Kiskörösváros önkormányzata nevében megköszönjem szólistáinknak külön is a mai koncertben való részvételüket. Bár van még egy szám, de megelőlegezzük Karnagy úrnak is a köszönetünket ezért a gyönyörű napért. És van még valaki, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetünk igazgatóasszonnyal. Van egy drága hölgy, aki végig dolgozta az elmúlt 3 napot, és a Szilveszter társulattal végig dolgozta már az előtte lévő hónapot biztosan, ugye mondhatjuk? És Subka Évának is. Szeretnénk megköszönni ezt a nagyon-nagyon sok mindent. Ha rendőr lennék, azt mondanám, hogy szolgálunk és védünk. Így csak azt mondom, hogy szolgálunk. Köszönöm szépen. Szóval azért egy fiatalos lendülettel zárjuk a mai újévi koncertet, tényleg megköszönve a
szeretetüket, a jóságukat, a türelmüket, a barátságukat, mindent egybevetve. Szóval a fiatalos lendület, a karmester és a zenészek kitartó munkája, reméljük még nagyon sokáig városunk zenei történelmének részét képezik. A fúvózenekar működése hagyomány marad itt és az Alföld szívében. Az elkötelezettség, a szorgalom, a szeretet és a barátságok teszik ilyen összetartó és színes közösséggé a csapatot azzá, ami Kiskörösváros fúvózenekara, egy olyan közösség, akiknek a közös zenélés egy nagy utazás, öröm és kikapcsolódás, amin keresztül ők maguk is adhatnak valamit a tisztelt közönségnek. Az alázat, a zene szeretete viszi a csapatot előre nap mint nap, hétről hétre. Ebben a szellemiségben folyik a munka, amelyben rengeteg kulcsfontosságú ember munkája volt, van és lesz is. Az újévi koncert zárásaként pedig csak annyit mondok, hogy az operettből sosem elég. Kálmán Imre világhírű operettjéből hallhatnak most ismerős részleteket. A színpadon Kiskörösváros fúvózenekara, vezényel Sipos Béla karnagy úr. Nem tudom, hogy van-e itt hang, vagy lehet-e hallani a hangomat, egy picit be is rekedtem, de van egy állandó konferencünk, akit én nagyon-nagyon-nagyon szeretek személyesen is, illetve a zenekar is nagyon-nagyon-nagyon szeret vele dolgozni. Én hagyj köszönjem meg a munkáját és az állandó támogatását, és aki végig kíséri állandó jelleggel a koncertjeinket, ő Subka Éve. Köszönöm neki a munkáját. Szeretem a lépcsőzőt. Köszönöm. Thank you.
Hölgyeim és uraim, Kiskörösváros fúvózenekara, Sipos Béla Karnagy úr. Köszönjük szépen a mai újévi koncertet, köszönjük az önök figyelmét. Istentől áldott, nagyon boldog új évet kívánunk, Kiskörös. Boldog új évet Bács-Kiskun megye, boldog új évet Magyarország. Vigyázzanak magukra, és őrizzük meg egymást 2023-ban is. Jövőre veletek ugyanitt. Nagyon boldog új évet!